fehér sapkás vasas az első perctől kezdve hozta a kötelezőt a Csehov ellen, 6-3-ra vezetett a Komjádi úszodában a nyitó negyed végén, ám az egriek is remekül rajtoltak az olasz rekóval szemben, 3-1-re majd 4-2-re is vezettek a bicskei úszodában. Innentől kezdve egyinkább úgy tűnt, a vasasnak áll az átló. A nagy szünetben 9-5 a Komjádiban, 5-5 Egerben. A harmadik negyedben már 7-5 a rekónak Egerben, 10-5 a vasasnak Budapesten, no de a végjáték. A vasas 13-9-re behúzta a meccset Steinmetz 4 találatával és az idősebb Varga csodás csavarjával, ám Egerben még 4 perc hátra volt a találkozóból. Az egriek fordítottak és 7 másodperccel a vége előtt emberelőnybe kerültek, Nyéki pedig 3 másodperccel a befejezés előtt betalált. Felrobbant az úszoda, mindenki elhitte, az Eger jutott a legjobb 8 közé, csak Angelini nem. A középkezdés után a félpályán túlról pattintott gólt Jászberényinek, aki nem tanult a 2 héttel ezelőtti szívós találatból. Eger Rekó 10-10, a vasas jutott. Vasas Csehov 13-9. Földi László csapata a meccs lefújása után mégsem örült felhűtlenül. Várakozott. Mégpedig arra, hogy az Eger nyere a Rekó ellen az Euroliga C csoportjának másik mérkőzésén. Ugyanis, ha nyernek a hevesiek, ők mennek tovább, ellenkező esetben pedig a vasas. Markovics László, a vasas elnöke, a hírhozó rádión hallgatja az egri meccset, ha éppen hallja, közli. Nyéki 3 másodperccel a vége előtt megszerezte a 10. egri találatot. Egerben örömmámor, a Komjádiban síri csönd, aztán egyszer csak... Az olaszok egyenlíteni tudtak, Angelini ugyanis a középkezdésből betalált Jászberényi kapujába, és így kiejtette az egrieket az Euroligából. Ehhez nagyon sok közünk nem volt, de hát borzasztóan boldogok vagyunk, hogy így alakult a mérkőzés. Sok infók nincs róla, de leginkább én annak örülök a továbbjutás mellett természetesen, hogy a csapat olyan játékot mutatott ma, ami a jövőre vonatkozóan biztató.